Veretlenül lett bajnok a HR-rend Kozár Michelin labdarúgó csapata, de a fergeteges szezon végén váratlanul nehéz helyzetbe került a klub, hiszen kiderült, új vezetőedzővel kell nekiindulnia a másodosztálynak. Június közepén aztán sikerült megállapodni Tóth Lászlóval, aki a Budafok csapatától érkezett Kozár Michelinbe. Tóth László labdarúgóként szerepelt Tatabányán, Szekszárdon és a PVSK-ban is, miközben Pécsett tanult. Tudatosan készült az edzői pályára, a legkisebbektől az akadémiai korosztályokig edzősködött. Hosszú évekig dolgozott a Vasas Kubala Akadémián, majd volt az U19-es kiemelt bajnokságban jól szereplő Eto FC Győr vezetőedzője is, legutóbb pedig a Budafok MB2-es együttesénél asszisztens edzőként dolgozott. Az elvárásaim az leginkább, hogy a csapat, amit kérek, teljesítse legalább mentalitásban és a fizikai mutatókban. A játékot igyekszünk majd alakítani, nyilván sok új játékos lesz, az előző szezonból a fél csapat maradt csak igazából, úgyhogy kell idő arra, hogy összeérjen. Mik az elvárásaim? Hát a bennmaradás mindenféleképpen. Más azért az NB2 sokkal taktikusabb, a pontrúgásokon nagyon sok hangsúly van, illetve azért valószínűleg nem leszünk a domináns csapat a mérkőzések nagy részében, úgyhogy ez a fiúknak, akik itt maradtak, biztos, hogy újdonság lesz, ugye tavaly az NB3-at azért végig dominálták. Én azt gondolom, hogy a tengelybe kell leginkább erősíteni, azért előrefele a 44 gól plusz a nagyjából 20 gól passz az önmagáért beszél, én azt gondolom, hogy ott kevésbé kell majd erősítenünk, de a tengelyt hátul is, illetve középen is mindenféleképpen meg kell. A csapat június 20-án hétfőn kezdte meg a közös munkát, melyen a bajnok csapat tagjai mellett több próbajátékos is részt vett. Nehéz, ugye ennek inkább a mentális oldala lesz, amit esetleg majd meg kell fogni, és jobban meg kell erősíteni a csapatot, hiszen tavaly folyamatos sikerek voltak. Ez valószínűsíthetően nem így lesz idén. Itt az lesz a kulcskérdés, hogy esetleg egy negatív spirálból hogyan és miként tudunk kijönni. Itt mutatkoznak majd meg azok a karakterek, amelyekre szükség lesz a csapatnak. Rövid volt a szünet, hiszen csak 3 hét állt rendelkezésünkre a pihenésre, úgyhogy nehéz a fölkészülés. Nem sok ide jutott a regenerálódásra, hiszen már a mai nappal már munkához fogunk. Eléggé más lesz ez az osztály, hiszen fizikálisan is, mentálisan is, illetve sebességben is teljesen más szintet kell képviselni, mint a tavalyi szinthez képest, úgyhogy reméljük meg tudjuk ugrani ezt az akadályt. A fiúkra 6 kemény hét munka vár a rajtig, ez alatt felkészülési mérkőzéseken is pályára lép majd a gárda. Igen, csak szorított minket az idő, mert 4 nappal a kezdés előtt sikerült megállapodni az új vezetőedzővel, de hát ugye hátra azért nem dőlhetünk, hiszen sok adminisztratív feladat is van még a szezon kezdetig, illetve még azért korán sincs meg a keret, nincs meg még a stáb sem, úgyhogy azért folyamatosan munkában vagyunk még itt a következő hetekben. Hogy? Nagyon más, ugye azért sokkal több adminisztratív feladat vár ránk, akár marketing, akár szervezési oldalon, tényleg azért ez egy teljesen más világ, egy profi világba csöppentünk, még hogyha úgy látom, hogy az NB3-ban kicsit mi voltunk a profi csapatok közé sorolva, itt meg azért inkább nyilván mi azért apparátusba, a költségvetésbe, mindenbe hátul vagyunk, ugye ahogy azt szoktuk is mindig emlegetni, vagyunk a legkisebb királyfi, aki azért megpróbál itt a sárkányokkal és mindenféle mesebeli lényekkel megküzdeni. A felkészülési mérkőzéseket, illetve a felkészülési programot azért így kicsit a sportszakmai igazgatónkkal saját kútfőből összetettük, most nyilván ezt rá szabadítottuk a vezetőedzőre, aki kicsit próbálja formálni, kicsit azért ízlelgeti, úgyhogy ez még változhat, de ami biztos, hogy 6 hét alatt 6 edzőmérkőzést biztosan fogunk játszani, amiben lesz NB1-es is, NB3-as is, NB2-es is, külföldi ellenfél is szerepel a programban, úgyhogy azért ez szerintem egy jó erőfelmérés lesz majd a csapatnak. Csak a bennmaradás lehet a célunk, azért dolgozunk, és olyan embereket keresünk, akik akár mekkora is a költségvetésünk, akár milyen kis klubnak is vagyunk titulálva, úgy állnak bele a munkába, hogy bizony ők elhiszik, és meg is akarják valósítani ezt a bennmaradást. Az NB2-es bajnokság július utolsó hétvégéjén rajtol.